Sziasztok! Ma este, ugyanis most 7 óra 3 perc van, ismeretlen vizekre fogunk evezni, ugyanis az egyik ismerősöm, akinek van egy rockzene, rockbandája, inkább úgy mondanám, meghívott, hogy menjek el velük egy ilyen koncertre, az egyik koncertjükre, vásárhelyre, és készítsek róluk egy ilyen koncertfelvételt. Most először azt mondtam nekik, hogy hát nem igazán biztos, hogy el tudom vállalni. Egyrészt azért, mert nincs hozzá szerintem a megfelelő eszközöm, amit majd mindjárt meg is mutatok, hogy miért nincs. És nem tudom, hogy ti voltatok-e már úgy, hogy valamit nem vállaltatok be, vagy nem próbáltatok ki, mert nem volt meg a megfelelő eszközötök, vagy a bátorságotok hozzá. De én úgy vagyok vele, hogy elmegyek, kipróbálom, megnézem, gyűjtök egy kis tapasztalatot, hogy mi a helyzet ilyenkor, mert ugyanis még nem voltam ilyen koncerten videózni, úgyhogy megpróbáljuk, aztán lesz, ami lesz. Reméljük, hogy jó fog elsülni, maximum szar lesz az egész, úgyhogy de abból is tanulunk valamit. Szóval mit viszek magammal? Hát két kamerával megyek, azt nem fogom tudni megoldani, vagy nem tudom, hogy fogom tudni megoldani azt, hogy két kamerával egyszerre járkáljak leföl, de majd megoldjuk, viszek egy-két állványt, szóval viszek egy stabil állványt, nem tudom, hogy azt fogom-e használni, meg viszem a flycam-et, a képstabilizátoromat, ezt a kis gyönyörűséget, amit itt láthattok. Viszem a másik kamerámat, ebből a 50 mm-es lencsével, meg még ezek közül viszek egy pár lencsét, azért nem tudom, hogy fogom azt, sőt, ezt a kettőt biztos, hogy nem fogom használni, mert ezek nem látnak sötétbe, meg viszem ezt a lencsét, ezt a Sigma lencsét, ami viszonylag lát sötétbe. Na most az majd elválik, hogy mennyire jól fog látni sötétbe. Úgyhogy ennyi, induljunk is neki, mert nem szeretném lekésni a műsort. Találkozunk vásárhelyen. Sziasztok, itt vagyok vásárhelyen, megérkeztem. Összetalálkoztam, akivel kell. Most gyorsan beszaladunk, megnézzük a helyszínt, hogy mi vár ránk. Meg intézzük a belépőket, meg ismerkedünk gyorsan a helyjel. És utána betuccolunk. Nem baj, ha benne lesz-e? Nem, abszolút nem baj. Csüt. Ő itt. Csüt. Steve. Szólíthatunk Steve-nek? Nyugodtan, egész nyugodtan. Te amúgy zenész amúgy a zenekarban, vagy csak menedzser? A zenekarban nem zenélek, én korábban zenéltem egy makói együttesben, most már ők szegediek, de igazság szerint ja, itt bemegyünk. Erre. Aha, bocsi. Itt van Zoltán, bemutatjuk Zoltán. Szia. Hubuci Peti. Zoli a szólógitárosunk. Oké. Én közben videózok, vlogolni szoktam, nem tudom, hogy nem baj, ha benne vagy mutassalak, nem mutassalak. Szeretni, hogyha szeretnél. Most a nézők úgy csinálnak, mert sötét van, most kaptunk egy kis fény, de lényeg az, hogy majd itt fogunk felmenni, viszont először a zenekar. Jó, rendben. Meg szerintem mondjuk, hogy itt vagyunk, közeledünk. Életemben nem voltam még itt ezen a helyen. Wow, szép lila. Hú, vége van. Az az igazság, hogy abszolút megsüketültem mindkét fülemre. Néha-néha oda tévelyektem a hangszórók elé, és hát mit mondjak, az agyamban most egy ilyen igazi Metallica koncert van. Amúgy nem az a kemény rock volt, hanem sokkal inkább sokkal élvezhetőbb rock zenének nevezném. Bár én nem vagyok rock szakértő, de na mindegy is, egyébként sokkal jobban sikerült ez a dolog, mint ahogy képzeltem volna. Igyekszek megvágni ezt a kis videóklipet és feltölteni ide nektek a YouTube-ra, hogy lássátok. Oké, szerintem
ennyi volt a mai vlog, köszönöm szépen, hogy néztétek. Remélem, hogy jó volt nektek is ez a kis esti koncert. Egyébként nem tudom, hogy észrevettétek, aki nézi, már a kezdetek óta nem volt ilyen esti vlog, úgyhogy ez most egy esti vlog volt. Jó éjszakát, jó hétvégét, sziasztok! Még egy nagyon gyors megjegyzés így a mai vlog margójára. Három lényeges, illetve három fő dolgot tanultam ezzel, hogy elmentem erre az eseményre, és elvállaltam úgymond, hát nem is veszem, nem veszik azt, hogy ezt a munkát elvállaltam. Új emberekkel ismerkedtem meg, szereztem egy icike-picike kis tapasztalatot, hogy hogyan kell egy koncerten videózni, illetve mi is ennek az útja módja, amikor a stáb kipakolászik, meg kiki után következik. Tehát szóval érdekes volt, és a harmadik pedig az volt, hogy egy picikét közelebbről is megismerkedtem az eszközeimmel, illetve a kamerával, a lencsékkel és egyéb ilyen dolgokkal, hogy mire képesek esetleg egy gyengébb fényviszony mellett. Ja, úgyhogy összességében elégedett vagyok ebből a dologgal. Szuper nap volt!